Itt nyugszik hős barátunk, fenyves kielásta magát. Most annak a kivezetését csinálom meg, hogy... Jó, hogy az még nincsen kész. Látod ott azt a fát? Az alá helyezd el, sírod és ásd el magad. Hozok lapátot, menjünk. Sérköveti, megmunkálsz nekem, csíkbarom. Igen, mindjárt keresek egy csizelt. Hülyeségre persze van idejük. Na, akkor hol van elásva a fenyves? Csikbaró, te tudod, hol van elásva a fenyves? Nem, valami földblokk jelzi a helyét, de a sírkövét még nem tudtam rátenni, elfelejtettem, hol van sírkő. Na, hol kell keresnem a fenyvest vajon? Hát a föld alatt. Zombit akarsz belőle csinálni? Nem. Celebrálni a misét. Na, megvan már sírkövem? Nem találom. Nincs. Pedig valamelyik ládában volt egy hosszatokat, de nem tudom, hogy hol van. Csodálva. Fel kell támadnom. De hol támadsz te föl? Egyáltalán hol vagy? A síromban. Szerintem a fenyves szaladgál valahol a nagyvilágban. Én aztán nem. Csíkbaró? Nem nyilatkozhatok. Megástam síromat a kedvenc szám alatt, és üfeltekettem a kedvenc. Mi alatt ástad el a kedvenc? Kedvenc szám alatt. Aha. Na. Akkor tehát mondhatjuk azt, hogy megállítjuk így a zenét. Ide jössz, Csíkbaró? Nem tudom, hova kell mennem, de ja, ide. Ha? Ja, itt van. Pillanat. Így van. Először is ugye kell hozzá zene. Ugye? Ugye? Itt nyugszik hős barátunk, fenyves kielásta magát, és ezért most a tetejére a sírjának elhelyeztük ezt a csodálatos csontvász koponyát nektek. Szeressétek ti is úgy, ahogy Csíkbaró pisil minden nap a fa alá. És hogyha megszeretgettétek, akkor utána élesztétek fel őt, és próbáljátok meg, zombi testét nem túl sokáig gyepálni, ne szenvedjen sokáig, midőn húsá, zombi húsá fejlődik ki, karcsapásatok által, éljenek a fanatikusok. Jaj, ezt valaki klippelje ki. Szavasz, fenyves! Betemethetem a sír. Hát most már beöntetted izével. Mi az obszidiánnál keményebb anyag? Bedrock. Na, hát... Steket rám dobsz, az tökéletes. Azt mondja, mi a keményebb a bedrock? Mondjad, fenyves! Végül is igaz. De úgy érzem, hogy ez kellett egy temetést gyorsan megtartani. Úgy érzem, kételzek feltámasztani magamat, mert soha nem... Nem, ne támasztad fel magad, várjál még! Viszem a varázspálcámat és jövök. Gyere, Csíkbaró, hozhatod a TNT-t. Oké, Flint and Steel van nálad? Megoldom. Oké. Vödör van nálam. Üzd már le közben a koponyát. Na mindegy, szerintem, hogy... Az így öngyilkosság lesz, úgy látom. Nem, csak kéne némi kő. Nem jó a fa. Tessék, ott van. Beautiful. Beautiful. Mit szólsz ehhez a gyönyörű megoldásról, Csíkbaró? Szeretnék komolyan kommenteljen. Beszarok tényleg csinált neki egy sírkövet. Na figyelj! Fenyves, támadj föl! Felvontolt hovarás párcát? Igen, de úgy tűnik, hogy a fenyvesre nem ha semmilyen mágia. Nem mondtad ki a varázsszót. Baszd meg! Elhangzott. Fenyves, támadj föl, baszd meg! Na, mi a varázsszó? A baszd meg. Ne. Mi a varázsszó? Kérlek. Az neki nincs a szótárában, nem tudtad. Figyelj már! Figyelj, ez körülbelül olyan ilyen szép sírkövet csináltunk neked ide. Ó, rossz helyre raktátok a lábát. Tessék? Rossz helyre raktátok a lábát.
Jó, hát nem lehetett minden pontos, mert a fát nem akartam felgyújtani. Keresünk majd márványt, meg csinálunk neked egy sírkövet. Így van, de előtte be kell fizetned a fanatikus kasszába 600 ezeret. Ingyen sírkő nincs. Aztán a feltámadásért. Meg kell váltanod havonta a helyedet, tudod. Na egyébként itt vannak a... Nézd, fenyves, ne szaladjál. Tessék, kombusson generátor a konyhádba. Jó, ezzel most én mit csináljam? Ez most nem az a projekt, még ezt vettem. Hát így konkrétan egyébként oda történt, gyerekek, ha látnátok, él,